Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. augusztus 2-án, szerdán este 7:30-tól. Muzsika hangja és jazz koncert, remek programok várnak a hétvégén az Érsekkertben. Klóros lehet a víz, csütörtöktől 10 napon át fertőtlenítik és tisztítják a hálózatot. Már csak a bútorok hiányoznak, hamarosan megnyílik a kórház új épületszárnya. Most hétvégén újra megtelhet emberekkel az érsekkerti szabadtéri színpad nézőtere, hiszen a Muzsika hangja című előadást tekintheti meg az, aki kilátogat oda. De ez mellett a szervezők egy különleges jazz koncerttel is készülnek, az együttes egyenesen Kaliforniából érkezik városunkba. A Folklore Fesztivál táncházai, gálaműsorai, illetve a Csíkzenekar fantasztikus koncertje a múlt hónapban megtöltötte az Érsekkertet és a szabadtéri színpad nézőterét. Azóta egy kis pihenőre vonult, mint a programokat szervező művelődési központ, mint pedig az Érsekkert, ám most hétvégén újra elkezdődnek a remek szórakozást nyújtó programok. Ez szombaton lesz kettő is. Először is 6 órakor lesz a Platánba egy koncert. Egy Kaliforniából érkezett zenekar turnézik Magyarországon, és Kalocsára is ellátogatnak, abból az apropóból, hogy a nagybőgősük kalocsai származású, egy bizonyos Kovács Attila. Ezért ők a Platánba 18 órától 20 óráig tartanak egy koncertet. Laura Leklis zenekaráról van szó. Az együttes swing, jazz, blues, gospel és egyéb műfajokban is képviselteti magát. A csapat 3 fiúból és 1 lányból áll. Felléptek már Budapesten és az ország, illetve a világ több pontján is. Ez a koncert ingyenesen megtekinthető a Platán teraszán, ám azután a következő már a szabadtéri színpad deszkáin játszódó Muzsika hangja előadása, jegyet kell váltani. Ez ugye egy jegyes előadás, 3000 forintba kerülnek a jegyek. Lehet kapni még a TDM irodába, az önkormányzat alsó szintjén vagy földszintjén található ez, a börtönnel szemben, illetve a helyszínen is lehet kapni 3000 forintos egységáron. A sokak által ismert és kedvelt musicalt most a Budaörsi Latinovics Színház és a Múzsák Társulat közösen viszi a kalocsai érseket színpadára. Ez egy musical előadás, a témát nagyon sokan ismerik, az 1940-es években játszódik. Egy hölgyről szól, egy fiatal lányról, aki nagyon szeret énekelni, és aki apácának áll, és utána pedig elkerül egy arisztokrata családhoz, egy grófi családhoz, ahol a gyerekeket tanítja, és hát énekelnek. Mindez abban az időszakban, amikor a fasizmus már nagyon-nagyon terjed Európában. Az előadást eső esetén következő nap, vagyis vasárnap tartják meg. Csütörtöktől 10 napon át egészen augusztus 13-áig fertőtlenítik és tisztítják a vízhálózatot Kalocsa térségében, adta ki tájékoztatójában a Kiskunsági Vízi Közmű Szolgáltató Kft. Kalocsai üzemmérnöksége. Ez idő alatt klóros vízre, illetve nyomás csökkenése és kimaradásokra is számítani lehet. A Kiskunsági Vízi Közmű Szolgáltató Kft. Kalocsai üzemmérnöksége negyed évente végez ivóvízhálózat fertőtlenítési és mosatási munkákat, amelyet a nyári időszakban most csütörtöktől kezdenek meg. Így egy héten át lehet klóros vízre, kimaradásokra és nyomáscsökkenésre számítani. A kialakuló biológiai hártyát, ami a csőfalakon lerakódik, az ennyi idő alatt szokott általában annyira megvastagodni, hogy hát leválik önmagától is. A másik, ezt azért csináljuk ezeket a fertőtlenítéseket, hogy ne legyenek vízminőségi problémáink. Egyébként a bakteriológiai okok nem indokolják a fertőtlenítést. Az, hogyha ilyen valamilyen bakter számunk magas, akkor szoktunk rendkívüli fertőtlenítést végezni, de ez nem gyakori. És a mostani munkálatok sem ilyen jellegűek. Kalocsán és környékén hidegnek számít a víz, így a baktériumok nem tudnak elszaporodni benne, ezáltal nem is kell ilyen jellegű tisztítást végezniük a hagyományos karbantartó munkálatok mellett, melyet most is elvégeznek majd. Ilyenkor a hálózatot végigmosatjuk, a tűzcsapokat leellenőrizzük. Ez ilyen negyedéves karbantartásnak is tekinthetjük. Minden olyan ágvezetéket, ami végvezeték, azokat ilyenkor kiöblítjük, a pangóvizektől megszabadulunk, kitisztítjuk a nagy vízáramlásra a vezetéket. Általában évente egyszer van toronytakarítás is, fertőtlenítésre van időzítve. Most éppen ebbe az etapban nem lesz víz toronytakarítás, hanem ősszel szoktuk, vagy tavasszal. A tisztítás alatt klórral fertőtlenítenek.
Ilyenkor hipoklorid sav keletkezik, de olyan alacsony koncentrációban, ami a szervezetre ártalmatlan. 2 mg per liter az egészségügyi határértékben, mi a 0,8-0,3 és 0,8 között van a fertőtlenítés szernek a töménysége a hálózatban. Barákán kicsikét nagyobb, mert ott mikor megindítjuk, akkor nagyobb dózist adunk. Így augusztus 3-ától 13-áig kalocsa, bátya, fajz, dusnok, szakmár, homokmégy, mácsa, halom, öregcsertő, csornapuszta, drágszél, miske, újtelek, dunaszentbenedek, alsóerek, felsőerek, híje, alsómégy, géderlag, dunapataj, fogtő, uszód, oldas és harta helységeiben, még augusztus 7-től 14-éig dunatetétlen helységben végeznek tisztítást a szakemberek. A Kalocsa Szentkereszt Kórház új épületszárnya a legtöbb szakhatóság általi engedélyt már megszerezte, ám pénzhiány miatt a szükséges bútorzatot még csak most rendelték meg. Ezek szükségesek a munka megkezdéséhez, ám megrendelésükkel így már végső stádiumba ért a kórház új épületszárnyának átadása. Idén januárban még teljes fordulat számon pörgött a Bács-Kiskun megyei kórház, Kalocsai Szentkereszt kórháza 1 milliárd forint értékű, EU forrásból megkezdett, magyar forintokból befejezett fejlesztése. A megújult Kossuth Lajos utcára nyíló épületszárny építészeti munkálatait január 31-én jelentette készre a beruházás közbeszerzésen elnyerő Hajósi székhelyű Aktív Kft. Az épület műszaki átvétele február 7-éig tartott, ezt különböző szakhatósági használatbevételi eljárások követték. A tényleges használatbevétel elhúzódásának egyik oka tavasszal még az volt, hogy a menekülési útvonalra egy új, a tervekben nem szereplő tűzbiztonsági vészkijárati ajtó építését írta elő a katasztrófa védelem. Az ajtón kívül további nehézséget okozott, hogy a helységek bútorozásához az állami egészségügyi ellátó központtól plusz forrás kellett igényelni, amit csak nemrégiben biztosítottak. Sajnos a két új digitális röntgengép és a végleges helyére került CT berendezés is csak a bútorozás követően kiadható működési engedély birtokában használható majd. A használatbevételi eljárás követően a főépületbe kerülnek át a szakrendelések és azok a szolgáltatások, amelyek jelenleg az úgynevezett régi STK-ban működnek. Ezzel szinte a teljes járóbeteg ellátás egy tömbbe kerül, megkönnyítve a betegek kórházon belüli tájékozódását. A régi STK épület ennek ellenére tovább üzemel majd, hiszen az EFI irodának még 2 évig szüksége van az ott lévő helységekre. A sürgősségi ellátás területén is jelentős előrelépés történik, hiszen a sürgősségi osztály a C épületből átkerül a B épület mélyföld szintjére, míg a központi betegfelvétel a volt intézményi gyógyszertár területén az új főbejárathoz közel alakították ki. Géderlak község önkormányzata, JETA, valamint topos pályázatok segítségével több felújítási programot valósított, illetve tervez megvalósítani. Ezekről beszélt híradónknak a település polgármestere. Akár a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány, akár a terület és településfejlesztési operatív programot is mondhatnánk, amelyek olyan pályázati lehetőségeket biztosítottak Géderlak számára, amiknek köszönhetően a település különböző felújítási programokat tud megvalósítani a falu lakossága által használt épületeken. Egyik az egészségház napelemmel való felszerelése és hűtő-fűtő split egységek telepítése az épületben. Ennek a kivitelezése jelen pillanatban zajlik. A másik pályázatunk pedig a tavalyi konyhafelújítást követő ebédlő felújítás. Ebédlő nagyobbítással és teljes felújítással járó beruházás. Ezek ilyet a pályázatok keretein belül valósultak meg, azonban van még jelenleg is kivitelezés alatt álló pályázata is a településnek. BMS pályázat, amit a önkormányzat külső felújítására nyertünk, ez jelen pillanatban az épület alá szigetelése történik, majd a külső hőszigetelés nyilázáró cserék követik ezt a folyamatot. A terület és településfejlesztési operatív program, vagyis a TOP keretein belül 3 pályázatot adott be Géderlak község önkormányzata, ezzel újabb fejlesztéseket helyezve kilátásba. Egyik egészségház felújítási pályázat, amiben egészségháznál részleges nyilázárócsere és külső hőszigetelés valósulna meg mozgáskorlátozott parkoló kialakításával. Másik pályázatunk a TOP-nál az óvoda felújítási pályázat, ami szintén hasonló külső hőszigetelés, nyilázárócsere, játszóudvar felújítás, fedett
udvari rész kialakítása. Érdekében annak, hogy rossz idő esetén vagy a tűző nap elől is védve legyenek a gyermekek. Ugyancsak fontos azonban a csapadékvíz elvezetési program, hangsúlyozta Katona György. Ez a csapadékvíz programunk a harmadik, ami három utcában fog megvalósulni a pályázat jóvoltából, és így az önkormányzat vízgyűjtő területére fogjuk három utca csapadékvizét levezetni, ahol eddig kicsit problémás és gondot okozott. Van olyan utcánk ebből, ahol még nem is volt abszolút árokrendszer kialakítva. Gédellak polgármestere hozzátette továbbá, hogy a buszmegállók, valamint az azokhoz tartozó várakozó kabinok is teljes átalakuláson esnek majd át, hiszen utóbbiakból újakat fognak kihelyezni, valamint a megállók kialakítása is megfelel majd minden erre vonatkozó előírásnak. Bátyán már tavaly zajlott útfelújítási program, amely idén újfent lendületet vett, köszönhetően egy olyan állami támogatásnak, amelyet azon önkormányzatok kaptak, melyek évvégén nem rendelkeztek költségvetési hiánnyal. Kétszer részesültek támogatásban azok az önkormányzatok, amelyek nem hitelből gazdálkodtak, illetve évvégén nem volt negatív a költségvetésük. Ebben a támogatásban részesült például Bátya önkormányzata is, amelyből a település útfelújítást valósított meg, mondta tévénknek Zsebics Ilona, a település polgármestere. Küzdöttünk annak idején azért, hogy takarékosan gazdálkodjunk, és még ha lehet, akkor tudjunk megtakarítani is, nem csak nullásra kihozni a költségvetést. Én a legfontosabb feladatnak ebből a pénzből az utak felújítását tartottam, hiszen azt hiszem, ezt már elmondtam, kedves nézők hallhatták korábban is, hogy Bátyán igazán komplett új utcák nem épültek, új utak nem épültek, csak javításokra került sor. Bátya polgármestere hozzátette, hogy bár a településen lakossági oldalról is nagy igény mutatkozik az utak felújítására, azonban financiálisan lehetetlen egyszerre 46 utca felújításának megvalósítása, így ez egy hosszabb folyamat keretein belül jöhet létre. 46-ból, hogy 26 készen van, ez már engem elégedettséggel tölt el, és örüljünk együtt annak, hogy ezzel Bátya gyarapodik és Bátya szépül. Konkrétan mely utcák? Hát ha Kalocsa felől közelítjük a települést, akkor rögtön jobbra az első utca, ami a Fiatalok utcája, régen Pelenka utcának is nevezték, oda költöztek a fiatalok, itt alapítottak családot az új házaikban, és ezek az utcák csak zúzott kővel voltak megszorva. Itt az útfelújításban kult szerepet játszott Bányai László vállalkozó is, tette hozzá Zsebics Ilona. Faluért tette, önmagát is bele gondolva, azt, hogy a Nyárfa utca, az 51-esről a Nyárfa utcába bevezető szakaszhoz ő egy támogatást hozzátett, hiszen ő azon az úton közelíti meg a földjeit, tehát nagy gépek haladnak át ezen az újjáépített úton, és kíméletből ő még úgy gondolta, hogy minél hosszabb élettartamú maradjon ez az út, ezért ő még kérte, hogy kerüljön rá plusz 5 cm vastagságú aszfalt, ezt ő a saját pénzéből támogatta, teljesebben hozta létre. Nagyon rossz állapotban volt azonban még a Mátyás Király utca, amely ugyancsak felújításra került, akárcsak a Széchenyi utca, vagy éppen az Arany János utca. Kiállást, mozgást, fizikai felépítést néztek azoknál a magyar fajtájú lovaknál Homokmégyen, amelyeket a további szaporításra gondolva értékeltek. Azok, akik az őshonos lovak kancák tenyésztésével foglalkoznak, tenyészszemle során mutatják be lovukat, amelynek alkalmával különböző követelményeknek kell megfelelni a későbbi tenyésztésből adódóan. Ilyenre került most sor Homokmégyen is. Tiszta vérűségre kell törekedni, úgyhogy itt anya-apai ágon, tehát itt a törzskanca és a törzsmének, tehát itt harmadik, negyedik, ötödik generációra is benne kell lenni a törzskönyvbe, és úgy lehet tenyészteni. Erre most támogatás is van, tehát úgyhogy, és ezt azelőtt az állam finanszírozta, tehát kihelyeztek állami méhnyeket, az állam kezelte, és most egyesületeknek adták ezt a pozíciót. Ennek kapcsán érkezett Homokmégyre a Kisbéri és a Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület tenyésztés vezetője, akik szemlézték az odahozott lovakat.
Ilyenkor a lovak küllemét, özbenyomását figyelik, de a különböző testrészek is külön vannak pontozva, illetve az állat bizonyos paraméterei rögzítésre kerülnek. A legfontosabb mindig a mozgás. Lehet egy nagyon-nagyon szép külemű ló, hogyha nem jól mozog, akkor az mindig lejjebb veszi a minősítését. Azt szeretjük, hogyha a mozgása lendületes, tértnyerő, rugalmas, főként lépésben. Az ügetése is nagyon fontos, az meg inkább a díjlovaglás felé. A lépés és a vágta fontos az ugró képesség megbecsülésénél. Janászik Andrea hozzátette, hogy a küllemi bírálat egyfajta helyettesítő funkciót lát el, hiszen jobban szeretik, ha a lovak ki vannak próbálva. Az az igazi, amikor fölülre a lovas és kipróbálja. Sajnos erre borzasztó kevés a lehetőség. A magyar lovasok sajnos nem szívesen ülnek fel a magyar lovakra, és ezért vagyunk kénytelenek sokszor csak a tenyészszemlék eredményei alapján dönteni. A lovakat így mozgás, vagyis séta és ügetés közben is szemrevételezték, valamint testi felépítésüknek adatait is jegyezték. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is ne felejtjék nyomon követni Facebook oldalunkat és weblapunkat a www.kalocsatv.hu-t. Szép estét, kellemes tévézést és jó pihenést kívánok Önöknek, viszontlátásra!